Életbe lépett a múlt héten megkötött koszovói szerb egyezmény a matricás rendszámokról. Ennek értelmében a Koszovóba Szerbiából érkezők rendszám tábláin a Szerbiára utaló országjelzést matricával ideiglenesen leragasztják a koszovói tartózkodás idejére. A határátkelőket a KFOR nemzetközi béke fenntartó haderő katonái ellenőrzik, a forgalomban vannak még fennakadások. Ez a szerb férfi, aki a szerbiai Králjevóból érkezett Koszovóba, azt mondja, minden rendben ment, bár a forgalom kicsit lassú a matricázás miatt. Ez a másik szintén szerb férfi, annak megfelelően, hogy Szerbia nem ismeri el és továbbra is saját részének tekinti Koszovót, úgy értékel, hogy a helyzet kínos Szerbiára nézve, katasztrófa, hogy a saját hazájában matricát ragasztottak a rendszámtáblán a szerb zászlóra. Az egyezmény az amiatti feszültséget oldotta fel, hogy a koszovói hatóságok a határon leszedették a szerb rendszámtáblákat, s helyettük az autósoknak ideiglenes táblát kellett kiváltaniuk. Koszovói szerbek emiatt járművekkel eltorlaszolták a határt, így több kilométeres autósorok alakultak ki.